nekem gyermekkoromban természetes volt, hogy állatok és növények között éltem, nőttem fel, hasonlóan a többi gyerekhez, tehát ott ez természetes volt, és valahogy ez az érdeklődés, meg már az általános iskolai tanulmányok során is inkább a biológia és a kémia volt az, amiben aztán bizonyos versenyeket is sikerült itt a régióban nyerni, és ennek következménye volt, hogy egyik lehetőségként nem agrár, mezőgazdász, hanem inkább az erdész. Hogy mi döntött el, hogy nem agrár és erdész, azt most így nem tudja már az ember megmondani, de ez volt az a motiváció, ami akkor ugye elég messze, Sopronban akkor még a közlekedés azért nem volt ilyen könnyű, meg egyszerű, akkor egy egész napos vonatozással kellett eljutni Sopronba, 3-4-5 átszállással innen a nógrádi falvakból, és hát később aztán ez természetessé vált, fölgyorsultak a fejlődések is, és aztán az egyetem a technikumból következett. Ez a városi gimnázium érettségikhez képest sok hátrányt jelentett, tehát le kellett dolgozni ezeket a hátrányokat. Ez ugye én esetemben úgy működött, hogy nekem többet kellett akkor tanulni. Több időt kellett a tanulásra fordítani, de aztán később azt gondolom, hogy ez megtérült. Visszajöttem ide a szülőföldemre, gyakorlatilag a cégem jogelődjéhez, ennek a cégnek a jogelődjéhez, és egy kisebb kitérővel végig is itt szolgáltam. Amikor egy erdőmérnök a rábízott 5-10 ezer hektár erdőt, meg az ott dolgozó kerületvezető erdészeket, erdőröket irányítva gyakorlatilag gondoskodik és kezeli azt az erdőt minden tekintetben, mindenféle szempontból. Gyakorlatilag a szakmáknak én szerintem ez a legnagyobb kiteljesedése, és ha ma választanom lehetne, akkor valószínűleg újfent azt választanám. A Börzsöny és a Cserhát állami erdeit kezeljük. Ez egyébként az ország legerdősültebb vidéke. Itt az erdők térfoglalása kétszerese az országos átlagnak. Itt 40% erdőborítás van, az országos átlag ez 20%. És ugye a dombvidék, a hegyvidék, a Börzsönyi vulkán, illetve a Cserhátnak a dombvidéke olyan természeti értékeket kínál az embereknek, és nem utolsó sorban a főváros közelsége, hisz az agglomerációig érünk, Nagymarosig, a Dunáig, a működési területünk, hogy a mai kor emberének hatványozottan növekvő igénye az erdei turizmus, a kirándulás, a kikapcsolódás, az erdei sport. Most éppen egy nagyon komoly kerékpárúthálózat tervezése zajlik a Börzsönyben. Ha itt több hó lenne ezen a vidéken, akkor még a síelés is beleférne, hisz elég magas hegységeink vannak, csak ahhoz nincs kellő mennyiségű hó, hogy igazán a síelés vagy maga a sífutás is menjen. Amit én nem gondolok az erdőbe, azok a motorsportok. Tehát minden, ami emberi erővel vagy állati erővel működik, azt gondolom, meg lehet oly módon valósítani, hogy az az igény is kielégítésre kerülhessen, és az erdő ne sérüljön. Elég nehéz háromra leszűkíteni, mert sok van, de talán akkor az erdei kisvasúttal kezdeném. Mi üzemeltetjük a Királyréti Erdei
vasutat 100 000 fölötti látogató számmal. A második az a Katalin-pusztai látogatóközpont. Ez tulajdonképp Nógrád nyugati kapuja, ha úgy tetszik, a kettes úton, amikor a látogató beér Nógrádba, az országos kék túra. Mentén létrehoztunk egy látogatóközpontot erdeiskolával, komfortosabb szálláshelyel, játszóterekkel, szabadtéri foglalkoztatókkal, pár állatbemutatóval, turista ösvényekkel, a Naszájra való túraútvonalakkal. Ezt most 50-60 ezeren látogatják évente. És a harmadik, az talán a kilátók közül a Csóványosi kilátó. Ugye ezen felül számtalan dolog, mert a tevékenység során nem csak a táj szépsége, a természeti értékek, hanem a kulturális értékek is. Ugye itt azért történelmi vidékek vannak a Dunakanyarban, de akár Nógrád más részein is. Sok vár, az erdőkben a váraknak a romjai, Salgóvár, Somoskő vár mellett éppen az országhatáron szintén egy látogató központot hoztunk létre, de nagyon-nagyon-nagyon szívünkhöz közel áll nekem mindenképp a Mária Nosztrai Pálos Kolostor. Amikor csak tehettem, természetesen, gyalog is, meg kerékpárral is. Korábban egy kicsit futottam is, de azt itt a térdem azt gondolta, hogy ezt hagyjam abba, és azóta inkább kerékpározok. Hát az, hogy a Csóványosra felmenjek, az a életem része. De nem csak a cég területén, hanem hát azért kicsit kiebb is, tehát minden évben egyszer vagy kétszer a Kárpátokba is. Téri házhoz is föl szoktunk gyalogolni, de akár a Retyezádba, vagy akár. Ugye még van egy nagy feladat előttem, hogy Szlovéniába a 2600 méter magas Triglav nevű hegyre, ami ugye a szlovéneknek szinte egy szent hegye, nincs is szlovén, nem is szlovén, aki oda nem gyalogol fel, és ez még előttem van. Jártam az Olimposzon is, vagy hát ott Spárta térségében is, a Taigetoszt, és ezek részei az életemnek, de hát azt gondolom, hogy erdész másképp nem is létezhet. Ezek a legfőbb hobbik, még a kertészkedés, mert hogyha az ember nem ültet, nevel saját kezűleg növényeket, akkor nem érzi annyira, hogy mit is jelent a növénynek a nevelése, gondozása, ápolása, tehát még a kertészkedés az életem része, ugye most éppen a gyümölcsfák metszése fejeződik be, és hát a palántáknak az elvetése az már megtörtént, majd aztán jön a konyhakertnek. Ezek ilyen erdész hobbik.